Én is köszöntök mindenkit. Beletek mutatva ezek a helyek, ezek az állomások, és akkor mondunk egy település nevet, és akkor próbáljuk lokalizálni. Igen ám, de a térképnek az a feladata, hogy ne csak úgy lokalizálja, hogy azt mondom, hogy Nagyvárad, és akkor tudom, hogy hol van, mert talán ezt még legtöbben tudják, de hogy lássuk térbe, ezért hívják térképnek. Úgyhogy eleve egy zarándok utat, azt végig kell járni. Tehát a zarándoknak tudnia kell, hogy hova kell menni, és hogy jut el oda. Ugyanakkor azt azért szeretném hangsúlyozni, hogy a térkép tartalma az sokszor olyan, jelen esetben is, hiszen nem ez a kutatási területem, amelyet a térképész igazából kap a többi kutatótól. Tehát, hogy most itt meg fognak jelenni majd freskók és erekjék, ez is már, hogyha visszamegyünk a címhez, érdekes, hogy bár tekintve, hogy én magam részéről nem értek a témához, adott volt az anyag, és akkor nézem, hogy hát itten freskók is vannak, erekék is vannak, ugyebár erekje azért lett, mert itt vagyunk Váradon, és hát itt van egy erekje, amit be is fogok mutatni, mikor a térképet bemutatom. Úgyhogy gyakorlatilag az van, hogy akkor a többi kutató megküldte nekem a helyeket, amik érintettek, megkaptam a képeket, megkaptam a leírásokat, és ezt helyeztem el térbe. És miért helyeztem el térbe? Hát a zarándokoknak el kell jutni A-ból B-be. Na most a sorrend az nagyon fontos, hogy az a térkép alapján lett összeállítva, tehát nem tematika, részben tematika szerint, de mikor ma a tematikán belül vagyunk, az volt a lényeg, hogy ne cikcakozzon össze-vissza a zarándok. Tehát, hogy racionálisan végig tudja járni, tényleg mi az, hogy elment egy hely mellett háromszor, és akkor a negyedik alkalommal meg az majd az állomás lesz. Itt ugyebár három téma van, de a művészettörténeti zarándok uta először az volt, hogy út tervezeten, aztán utána lett bele négy zarándok út, tehát akkor most művészettörténeti zarándok utak. Annyi állomás volt, hogy mondom, négy részre kellett bontani, és így lett négy zarándok út. Na most a történeti és a néprajzi zarándok út az viszonylag rövid, olyan szempontból, hogy kevés település van, de végig nyúlik. Hát most az a kérdés, hogy a zarándok milyen eszközzel akarja végigjárni. Ez majd lényeges lesz, mert ha gyalog akarja végigjárni, akkor a nagyon szellős települések kis problémát jelentenek. Ha esetleg igénybe akar közte venni járműveket, mert már tapasztaltam ilyet is zarándokat, akkor ezt nem tudom, mert én nem tudom, hogy ezt igazán végigjárta-e már valaki, vagy csak most mutatjuk-e be. Hát egyszer már be lett mutatva, de hogy az alatt a pár hónap alatt valaki végigjárta-e. Egyébként kíváncsi leszek majd az első jelentkezőkről, akik majd visszajelzik nekem, hogy milyen volt. Na most az első körben, mikor ezt megterveztük, csináltunk egy statikus térképet. Én azért nevezem statikus térképnek, mert alapvetően ez egy nyomtatott térképnek volt számba, amit le lehet tenni az asztalra, lehet rá rajzolgatni, tervezgetni, stb., hogy lehet lássa a zarándok, a leendő zarándok, hogy hol helyezkednek el térben, sőt, helyesbítem most önmagam, nem is térkép lett a vége, hanem térkép vázlat, mert hogyha igazán térképet akartam volna csinálni, akkor a mai infrastruktúrát fel kellett volna tegyem rá. Ugyanakkor, amit megcsináltam, az az, hogy egyszer megcsináltam a történelmi Trianon előtti határokkal, és megcsináltam a mai határokkal azért, hogy lehessen látni, hogy milyen volt akkor, és akkor ugyebár, hogy Szent Lászlóhoz tartozott, és akkor az egész akkori Magyar Királyság volt, és lehessen látni azt, hogy ma, a mai körülmények között hogyan kell végigjárni. Ez különösen ott vált érdekessé, és mikor ezt megterveztük, nyilván nem ilyen volt a helyzet, mint most, hogy például Palágykomoróc belekerült az Arándok út vonalba, és hát az egy gyakorlati probléma, azt majd mindjárt látják a térképen, az egy gyakorlati probléma lesz, hogy majd a zarándok akar menni, hogy azért lehet, hogy azt most valószínűleg ki fogja hagyni. Mert ez is a célja a térképnek, hogyha úgy dönt a zarándok, hogy 2-3-at valamilyen oknál fogva kihagy, itt sajnos leginkább a határok, leginkább Ukrajna esetére gondolok, hogy valószínűleg ki fogják hagyni a kárpátaljai állomásokat, akkor ezt meg tudja tenni. És akkor így nézett ki a statikus térkép, ami mondom egy A3-asra lett végül kinyomtatva, de feltettük az internetre is, tehát azért mondom, hogy statikus térkép ma PDF-be letölti, az nem nyomtatott. Így nézett ki,
Az a vonal, annak két oka van. Az egyik az, hogy könnyebben legyen követhető, hogy mi az arándokút, másrészt egy ajánlott sorrend. De még egyszer mondom, mivel a sorrendet földrajz és nem tematikai alapon határoztam meg, egyszerű praktikák miatt, ezért természetesen az arándokra van bízva, hogy esetleg megváltoztatja-e azt. És akkor itt lehet látni a történelmi határokkal, a Magyar Királyság és a Horvát Királyság közötti határt berajzoltam. Na most, mi a probléma a statikus térképpel? Első körben az, hogy ez egy vázlat, második körben az, hogy nem interaktív. Tehát, hogy most mit látott? Azt látta az arándok, hogy van egy térkép, és akkor fellapozhatja, megnézi a település nevet, amit bejelöltem, és akkor fellapozza, nézi, hát igen, itt a könyvben van ilyen freskó, olyan erekek, kap egy kis leírást hozzá, sokáig tart, bonyolult. Ezért a következőt csináltam. Hát először is áll rendelkezésünkre egy viszonylag széles körben ismert, mindenki rendelkezésre álló alaptérkép, a Google, na most nem csak ezért használtam azt, hanem azért, mert nagyon sok GPS és útvonal tervezőben benne van. Na most, ha megnézik egy kicsit jobban a telefonjukat, akkor természetesen a Google-t nem csak autós navigációra lehet használni, hanem benne vannak a gyalogutak is, és be lehet állítani gyalog vagy biciklivel. És akkor még azt is meglátja a leendő zarándok, hogy neki ez mennyi időt vesz igénybe, ha adott járművel járja végig, most, vagy gyalog, tehát jármű nélkül. Mondjuk azért én a gyalog megadott időt nem venném komolyan, mert hogyha én egy nagy zarándoklatra megyek egy nagy hátizsákkal, akkor még olyan legalább másfélszeresét, ha nem kétszeresét írnám meg, pláne úgy, hogy azért a terepviszonyok alapesetben nem láthatók, teszem hozzá, hogy sokan nem kapcsolják be a domborzatot a Google-en, az is hasznos lehet ilyenkor. És akkor erre rá lehet helyezni egy további réteget, illetve hát én kettőt helyeztem rá, egyszer a vonalat, amit az előbb láttunk, másszor az arándokút állomásait. És ezeken az arándokút állomásain, egyébként a végén bemutatom a térképet, tehát most az a baj, hogy nehéz úgy beszélni, és mindenki elképzelje, hogy nem látta, de remélem majd összeáll a kép a végén. Tehát az arándokút állomásaira rá lehet kattintani, ott van egy jelző, és akkor felugrik egy kis ablak, egy darab bélyegképpel, na most itten viszonylag random módon kiválasztottam egy képet, itt is az a probléma, hogy megint nem az én témám Szent László, ezért csak kiválasztottam azt, amelyik a legjobb állapotban, amilyen kis bélyegképpen megjelenik, és a település neve, a térképen felugrik, és akkor erre rákattint a felhasználó, akkor kap egy leírást, amelyet kollégáktól kaptam a településről, és alatta van egy kép, és ha több kép van az adott településhez, akkor tovább tud lépegetni a jobbra-balra nyíllal, köztük is meg tudja nézni, és van mindegyik képhez egy felirat. Igen, itt ezt már igazából az első részt elmondtam. Na most a másik dolog, hogy itt ugye már volt egy dilemmám, hogy OpenStreetMap vagy Google. Most elmondom, miért a Google-t választottam. Ha a felhasználó a számítógépét magyarra állítja be, akkor a Kárpát-medencében magyar település nevek jelennek meg. Hogyha az OpenStreetMap-nél ugyanezt megcsinálja, akkor mindig az adott ország államnyelvén jelennek meg a nevek. Na most itt még egy kicsit tovább mentem, mert a Google-nél, hogyha egy ilyen réteget ráteszek, akkor meg lehet azt csinálni, hogy nem a számítógépen beállított nyelvet alkalmazza, hanem az adott honlap, mert ugye már beintegráltuk a Magyarságkutató Intézet honlapjába ezt a dolgot, az adott honlap nyelvén. Tehát most még nem csináltam meg angolul, igazából meg szeretném, hogyha mondjuk átállítaná angolra, akkor jelen esetben tényleg az adott ország államnyelvi név alakja jelenne meg, viszont ha magyar a honlap, tehát akkor is, ha angol van feltelepítve a gépre az operációs rendszer, akkor is magyarul jelenik meg az anyag. Hát így néz ki az interaktív térkép elkészítés, ezt elrettentésképpen tettem be, de azért, hogy elrettenjenek tőle, elmondom, hogy milyen egyszerűsítéseket tettem be később. Na most magán a térképen ugyebár megjelenik majd jobb oldalt
a hat zarándokút immáron, ugye már a négy művészettörténeti, a történeti és a néprajzi, és akkor amikor kiválasztjuk, hogy melyiket akarjuk nézni, akkor az felugrik, és akkor ugyebár a vonalat, azt vagy ki, vagy be tudom kapcsolni egyébként, tehát az a javasolt útvonal, vagy ha tetszik a települések sorrendje igazából, mert ugyebár a Google azért van alatt, hogy majd az útvonalat az útvonaltervező megtervezi, és akkor a fotók, ahogy mondtam, felugranak. Hát így néz ki. Na most itt jön be az, hogy miért tettem be elrettentésképpen az előbb azt a diát, ugyanis amit nehéz megváltoztatni rajta, az állomások s a vonal futása, ott ki kell emelni ezt az egész réteget a Google-ből, bevinni egy térinformatikai szoftverbe, átírni. Na most minden érintett településhez tartozik egy elsődleges kulcs, ami lényegében sorszám, akkor azt még hozzá kell rendelni, ott nagyon kell figyelni, hogy ne legyen duplum, úgyhogy nekem van egy Excel táblám, ahol sorba veszem a településeket. Na most, ha itt a közepére beteszünk egyet, akkor az Excel táblában már nem földrajzi sorrendben lesz, mert ugyebár a legutolsó szám, ami van, azután kap egy sorszámot. Ez azért van, mert a szerver admin felületén minden sorszámmal csináltam egy mappát, és ha oda bepakoljuk a képeket, akkor csak folyamatosan beolvas minden képet ahhoz a településhez, ami bekerül abba a mappába. Ez azért van, hogyha előkerül egy jobb minőségű kép, könnyen ki lehessen cserélni, ha előkerül egy például új kép, akkor csak hozzáadjuk. Na most a rendszer, amit ott mutattam, abba leprogramoztam, hogy automatikusan érzékeli, hogy egy kép van, vagy több kép. Ha több kép van, akkor megjelennek a nyilak mellett, hogy lehessen lépkedni. Ha egy kép van, akkor hogy ne zavarjanak, a nyilak nem lesz ott. Ezt is fogják mindjárt látni. És akkor ott van jobb oldalon, ez csak egy screenshot, ugyebár ott a pipa az, hogy most van, vagy van az a piros vonal, vagy nincs, akkor ott van a 6 darab zarándokút. És akkor ugyebár itt kattintottam rá jelen esetben most pont Oaklandra, de majd Váradra fogok rákattintani, mert ott még ráadásul Erekjék is vannak. És akkor itt megjelenik a kép, azt nem tudom, hogy az ID miért jelent meg, az lehet, hogy azt még utána kell nézzek, mert ez egyébként nagyon fontos, majd fogják látni, ez egy folyamatban lévő munka, tehát még mindig nincs publikálva. Itt levettem a piros vonalat. Tehát itt látják, hogy most csak egy pont halmaz. Tehát, hogyha a különbséget megnézzük, hogy ott van a piros vonal, szerintem átláthatóbb, de hogyha viszont valaki meg akarja változtatni az ő által a preferált útvonalat, akkor sokkal könnyebb egy pont halmazzal dolgozni. Most mindenki számára nem tudok egy vonalat létrehozni, tehát, hogy, mert annyi variáció van, amennyi csillag az égen mondjuk, vagy még annál is több. Itt lehet látni egy másik zarándokutat, és most nem köszönöm meg a figyelmet, mert most ezt leveszem, és megmutatom élőben a térképet. Ugyebár itt bekészítettem, tehát így néz ki a térkép, és akkor itt láthatjuk, hogy ugyebár a Google-t így tudjuk mozgatni, zoomolni, tehát ez azért fontos, mert ha statikus lenne a térkép, ott nagyon besűrűsödnek a települések, ott nem látjuk rendesen. És akkor rákattintok például egyre, itt lehet látni a település nevét, és egy képet egyszerűen random módon kiválasztottam, és akkor itt van a leírás, rákattintottam, és ez pont olyan, amin egy kép van, úgyhogy itt, ha erre még egyszer rákattintok, akkor még nagyobb felbontásba látom. Most menjünk vissza, most direkt Váradot választom meg, hogy itt vagyunk, és akkor ugyebár itt van egy gyerekje, és akkor rákattintok a képre, van egy leírás, és megyünk lejjebb, és akkor itt vannak a képek, és itt lehet látni, hogy ebbe több kép került a mappába, úgyhogy lehet így is, a billentyűzeten is lehet. És ami fontos ugyebár a felirat, hogy ezt hogy hozzuk létre, az állomány nevét egyszerűen beolvassa, az a felirat, és akkor hát oda kiírja azt, tehát hogy viszonylag egyszerű legyen, annak, aki akar nekem küldeni mondjuk egy képet, hogy még tegyük hozzá Várathoz, akkor beírja a kívánt feliratot az állománynévbe, a rendszer egyszerűen levágja a pont JPG-t, és akkor az lesz a felirat. Ugyanígy, ha például most Győrbe megyünk, itt is ugyebár a Herma, és akkor ugyanígy lehet látni, van egy leírás, csak egy kép van, úgyhogy nyilak nincsenek.
És akkor ugye, ha megcserélem az arándok utat, akkor most az a baj, hogy olyan helyen van, mert vannak közös pontjaik, ahol nem láttuk, hogy cseré történt, de itt lehet látni, hogy megváltozik. Kikapcsolom a vonalat, és akkor vagy van, vagy nincs, és ugyebár még azt csináltam, hogy azért, hogy észrevegye a felhasználó könnyebben, hogy ez aktív felület, ha felé viszi az egeret, akkor pirosra változik ez a jelző. És itt lehet látni, amit mondtam, hogy magyarra van állítva, egyébként az én gépemen hoznánk be, amin angolul van fenn, akkor is magyarul lenne, mert a honlap magyar és abban van integrálva, lehet látni, hogy mind magyar település nevek vannak, ugyanis én azt az elvet követem, hogy magyar olvasó számára készített térképen magyarul írjuk fel minden települést, aminek van magyar neve. Úgyhogy lényegében ez döntött a Google mellett. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet. Hát van egy olyan érzésem, hogy most már tényleg az van, hogy azt hiszem visszaadom neked, és akkor utána már itt maradok kérdésekre, de a többiek is gondolom válaszolnak, hogy nem most van. Jó, akkor...